Utánpótlás versenyzőkben bővelkedik a nagymányok ilőegylet, hiszen a legutóbbi országos megmérettetésen kiemelkedően teljesítettek a település lövészei. Szászváron a Tereplőtéren került megrendezésre a MDLS Szövetségnek a országos gyorspont versenye, és hát meg kell mondanom őszintén, hogy mosolyogva jöttem haza, mert 8 érmet sikerült elhozni a kicsi egyesületünknek, ebből van 2 arany. Itt kiemelném a Domokos Csengét, ő most nem tud itt lenni velünk, mert dolgozik, de ő a lédi kategóriába aranyérmet lőtt, és nagyon büszke vagyok rá, mert nálunk kezdett. Boris Zoli lőtt még aranyérmet, a saját kategóriában nyilván. A Foglüzinger István szuper-szenior kategóriában második helyet, a Bélafi Dávid szenior kategóriában második helyet, és akkor van még 4 bronzunk. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy eredményes hétvége volt, úgyhogy tényleg mosolyogva jöttem haza. Azért most már 6-7 éve itt vagyunk, ilyen eredményes évet, illetve versenyt még nem zártunk. Voltak kisebb versenyeken aranyérmek természetesen, de azért az idén az Ördög Attila lőtt egy Seal Challenge-be egy aranyérmet. Ő várományos az Európa-bajnokságra is, és úgy gondolom, hogy ott is jó helyre várományos. Biztos, hogy szinte biztos vagyok benne, hogy dobogós lesz. És hát itt a gyorspont országos bajnokságban azért azt tudni kell, hogy az ország krémje indul, tehát én nem is szoktam ezeken a versenyeken indulni, mert föl se érem, de abba elsőnek lenni azért az számít. Mint minden versenyszámnak, ennek is megvan a maga sajátossága. Nem az egész lapot teszik ki ezeknek a versenyzőknek, csak a közepét, tehát fölösleges, mert szóráskép mondjuk ekkora, és 15 versenylövést kell leadni, 3 lőlapra, hogy értékelhető legyen, mert ezek a fiúk azért ki tudják lőni a lőlap közepét, és mondjuk nem lenne értékelhető. 5 lövés van lőlaponként, de így is még előfordul, hogy egymásban vannak a lövések, és hát időre 20 másodperc alatt. Tehát ez az, ami azért egy kicsit nem egyszerű. Tehát én úgy gondolom, hogy kezdünk felnőtté válni, bízom benne, hogy az idén meg tudjuk pályázni az új lőteret, és akkor precíziós lövészetbe is tudunk majd csapatot fölállítani. És hát várunk még jó versenyzőket ide hozzánk, meg hát természetesen a fiatalokat, gyerekeket, mert úgy gondolom, hogy az utánpótlás az fontos. Hát olyan 80-90 körül vagyunk, ebből aktív versenyző mondjuk 20-25. A többiek csak játszunk, én is a játékosok kategóriába tartozom, természetesen meglövöm a versenyeket, amit kötelező. Ez egy felnőtt játék, ami egyébként a játék mellett egy nagyon fegyelmező és egy nagyon szigorú sport, és el kell mondanom, hogy most amióta létezünk, nem volt balesetünk, odafigyelünk egymásra, és rettentesen fegyelmez mindenki, gyereket, felnőttet, időst, mindenkit. A nagymányoki versenyzők közül Boris Zoltán teljesített a legjobban. Egymaga 3 érmet is szerzett. Több számban indultunk, vagy hát én jelenleg pisztollyal, kiskaliberi pisztoly nyílt irányzékba, nagykaliberi pisztoly nyílt irányzékba, és a kis puska optikában indultam. Ezek voltak a fő számaim, és sikerült azért egy első, meg egy második, meg egy harmadik helyet elhozni. A legnehezebb talán a kispuska optika volt, mert nem feltétlenül ugyanolyan kategóriák mellett versenyez az ember, és bizony előfordul, hogy egy sokkal hangosabb puska áll be mellé, akkor ez így szabályos, mindenkinek ugyanolyan lehetősége van lőni, hát nyilván akkor jobban kicsit meg kell fogni a dolgot. De mivel már ezt rengeteg szemek lövi az ember, mindegyik verseny ugyanazt kell csinálni. Nem rakják messzebb a lőlapot. A sok gyakorlás mellett fegyelemre és koncentrációra is szüksége van a versenyzőnek. Ezen kívül a legnagyobb értékét, a fegyverét sem szabad elhanyagolnia. Nyilván a lőtérre ki kell menni edzésre, azért minél többet, ahogy van ideje az embernek, és verseny előtt az egy héttel egy jó kis karbantartás, hogy ne legyen akadály, mert az világvége. Hogyha ott van egy elakadt lőszer, pisztollyal lesz egy verseny, egy 2 hét múlva most jelenleg arra készülök. Ennél a fajta versenyszámnál mindig 5 darab
lőszert árazunk a sorozatoknál, és minden lőlapra, jelenleg ennél a versenynél lőlaponként volt 5 lövés, és ugye 13-as a maximum keretség, és akkor 195, és akkor ahány hibát raksz bele, annyi mínusz. A sportlövészetnek több fajtája is van, melyek közül az embernek meg kell találnia a számára legtesthez állóbbat. Én inkább a sportosabb sportlövészetet szeretem. Én nem ezt a taktikai dolgot. Ezen felül amúgy abban is lövök, csak valamit jobban szeret az ember. Amióta az eszemet tudom, lövök. Persze légpuskával fiatalabb korban, és hát mennyi, 14 éves korom óta, akkor úgy mondom. Rengeteg gyakorlással, fegyelmezett magatartással és kellő alázattal bárkiből válhat eredményes sportlövő.